Sziasztok, Szandra vagyok, és elhoztam a legújabb gameplayemet. A mai gameplayben folytatjuk Farával a kalandjainkat a kis kézműves boltjával, mivel egész jól haladtam, és még a napi feladatokat is meg fogjuk csinálni. Igen, már 4 per 12-nél vagyok. Na, először szerintem meccsem ezeket, és ha valahova oda küld el, akkor... Vagy ne, először nézzük meg, mert hátra kellenek, és nem akarok videó közben gyűjtögetni. Szóval nézzük. Lenyűgöző a műhely iránti elkötelezettséget, Janet. Köszönöm szépen! Figyeltem az előre haladásodat, Janet, és szerintem készen állsz arra, hogy kipróbáld magad új tárgyak készítésében. A szabó és nyerges állomásokon megosztottam egy pár egyszerű leírást, amelyeket kipróbálhatsz. Teljesíts munkákat a rendelési tábláról, hogy még több leírást kapj, ahogy egyre fejlődő színesként új leírásokat osztok majd meg, amelyeket ruhák és felszerelések készítésével használhatsz. Oké, és köszi. Sok szerencsét azokkal a leírásokkal, Zsanett. Oké. Tobi. Láttad a bagimat, Tobit? Éjfelkor kirepült egy kis nasolni valóját, és azóta sem tért vissza. Ez nem van rá, ugye nem esett baja? Zsanett, segítenél megkeresni Tobit? Persze. Amúgy lehet, hogy ez már nem a másod, hogy hát, ugye már 4-et megcsináltam a 12-ből, szóval szerintem ez egy hosszabb küldetés lesz, mintha csak egy szintet lépsz. Ó, jaj, hol lehet? Mit csináljak? Nem olvastam el, basszus. Kutasd át a területet? Oké, kutatom. Tobi! Hogy kutassam át? Vagy én ezt nem értem. Tobi! Milyen területet kutassak át? Tobi! Where are you? Tobi, na jó, segítséget hívok, az internet csodáját. Fará. Where is Tobi? De nem tudom, hogy milyen területen keresgélek Tobi után. Itt van, uramisten, nagyon jó. Megvan. Ez az. Azt hittem, sosem leszek kész ezzel. Hát itt vagy, Tobi, csak fészket raktál. Hát nem elég kényelmes az ülő rudat, kis fickó. Várjunk csak. Csak nem. Egy tojás! Tobi, anyuka leszel. Na, ez aztán a fordulat. Az biztos. Kell nekem kisbagoly, szóval hajrá. Úgy tűnik, egy kisbagoly érkezik. Hát nem izgalmas? Ja nem, most jön az Inas útja második rész, akkor ez még csak az elsőből volt, oké. Elég sokszor látok a műhely körül, ne hidd, hogy nem vettem észre, milyen keményen dolgozol. Köszönöm. Készen állsz új leírásokra, hozzáadtam őket a munkaállomásokhoz, jó kézműveskedést, Inas. Köszi. Ok. Thank you very much. Harmadik rész. Vásárlók írtak, hogy elmondják, milyen hálásak az általad készített és kiszállított árukért. A hírneved és a képességeid is javulnak. Juhú! Még több leírást adtam. Okés. Jó, és akkor most jön a negyedik rész. Jó, hát akkor csak így ennyiket kapunk. És nézzük meg, hogy mit kaptunk. Semmit. Na mindegy, akkor kell egy festőkészlet, egy háló és egy kefe. Festőkészlet, háló, kefe. Festőkészlet. Ó, itt van. Jó, festőkészlet. Akkor már csak egy háló és egy kefe. Jó, és utána megnézzük, hogy miket kaptam a másiknál. Háló, kefe. Szóval az alján van. Háló, igen. És akkor most már csak egy kefe. Nagyon jó. Kefe. Jó, mindegyikhez volt nagyon jó. Amúgy észrevettétek, hogy Harry Potter szemüvegben vagyok? Vajon egy új videó készül lassan? Nem is tudom. Na, de nézzük meg, hogy mit tudunk. Kedves kézműves boszál. Uramisten, mik ezek? Rózsaszín anyag, strapabíró kötél. Ezeket el fogom készíteni. Ezek nagyon tetszenek.
Jézus, mennyi! Ezt nem tudom arrébb rakni, nem mindegy. Akkor van egy ilyen másik sapka. Egy helyi hős sapka. Kedves kézműves kesztyű. Akkor ebből majd lesz egy. És mindegyik fullos, de jó. Lesz majd videó, hogy ezeket elkészítem, mert nagyon tetszenek, csak ugye sokat kell ehhez gyűjtögetnem, de nagyon jó. Na viszont, kinek viszek? Először lemegyek a partra átadni a hálót, gondolom a bácsinak, aztán Morlandbe, aztán Délpatára át teleportálok szépen. És ja, ez lesz majd a vége a videónak, csak nem tudok beszélni. És közben összeszedjük ezt a lent. Amúgy nagyon nagy tippem a virágkeresgélésbe, hogy akkor kezdjetek el menni egy ilyen rutinon, ha van egyáltalán nektek, nem tudom, hogy van. Nekem nagyjából már kirajzolódott, hogy mit miután szedek föl, meg stb. Hogy fél órát minimum legyetek már a játékban, mert akkor jön elő az összes ilyen növény, vagy hát a legtöbb. Mert ha így egyből feljöttök és elkezditek keresgélni őket, akkor nekem általában nem szoktak megjelenni. És miért ilyen lassan tölti be a dolgokat az SS-om, te jó ég? Szóval nem szokta nagyon betölteni a virágokat, ezért egy kicsit mindig várok. Addig elmegyek edzeni, vagy ilyesmi, csak úgy vagyok a játékban, és utána megyek a kis rutinomon, ami eddig nagyon jól bevált. Tü-tü-tü. Na bácsi, itt a hálód, gondolom. Nem! Nem, neked kell a háló! Te jó, festőkészletek! Micsoda? Minden süsű-sügé rettegni fog tőlem. Jó, ehhez nem fűznék semmit. Let's go! Na Konrád, neked kellett a kefe? Nagyon jó. És akkor most már csak délpatára kell elmennem Hugh-nak a hálót leadni, amit szépen megoldok a ló transportálommal. Hú, te most miért ásítozom ennyit szörnyű? Csak mi ez lószállító, nem transportáló. Gyerekek. Ó, nem is neked kell, hanem ennek a bácsinak. Ki vagy te? Jonas Brothersnek. Tessék, Jonas Brothers, itt a hálód. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az XP-t, máskor is jövök. Na, és akkor ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. A következő gameplayben találkozunk, addig is. Sziasztok! Mivel útközben kaptam újabb feladatokat Farától, ezért mégsem fejeződik be a videó. Szóval megnézzük, hogy hogyan áll Tobi a tojásaival. Hát, ha most már valamit kapok, de szerintem még nem, mert még csak most lettem ötös szintű Faránál. Lassan a felénél vagyok, ami tök jó. De hát nézzük meg, hogy mit kapok, bár szerintem csak újabb leírásokat fogok kapni, de azt is meg szeretném mutatni nektek, szóval... Hello, Fará! Nagyon kedvesen fogadtak a druidák itt Veldélben, de sok olyan dolog történik itt, amit nem értek. Ha bármivel is segíthetek, hogy Jorvik biztonságos hely legyen, remélem tudják, hogy számíthatnak a támogatásomra. Mint ahogy én is számítatok a te segítségedre a műhelyben. Messzire jutottunk együtt, Zsanett. Ó, köszönöm! Új leírásokat adtam. Igen, gondoltam. Ó, meglepi! Egy ideje még egy huhogás sem hallottam Tobi felől, remélem jól van, nézzük meg. Oké, nézzük meg. Hol is volt? Ja, azt hiszem itt el mögött. Igen. Huhú, huhú. Mi a gond, Tobi? Huhú. Elakad a lélegzetet. Csip. Uramisten, kikelt! Kikelt! Tobi, hát te a legcsodálatosabb dolgot készítetted el, egy fiókát. Gratulok, Tobi. Tobi, na. Elég szűkösen leszünk a műhelyben, amikor a fióka felnő, olyan elég egér lesz mindkettőknek. Huhú, huhú. Remek ötlet. Tobi azt mondja, amikor a fióka felnő, esetleg nála. Oh, igen, gyere hozzám. De még úgyse fogjuk megkapni. Igen, nagyon jó, betelik egy kis időbe. Jó, de most már kikelt, és most már tudom, hogy a célegyenesbe vagyok. Kíváncsi leszek, hogy mikor fogom megkapni. Új, egy kis lag is. Nyom, nyom. De akkor nézzük meg, hogy milyen új dolgokat kaptam meg. Lábvédő! Ó, ez nagyon jó! Lábvédők!
Yes, ez nagyon kell nekem. Ó, lassan összejön ez a set. Ó, ezeknek a lovas dolgoknak nagyon örülök. A bosal, várjál, melyiknek van a kedves, nem? Kedves, de ennek már összegyűjtöttem a dolgait, de majd egy külön videóban megcsinálom, mert csináltam a strapabíró kötelet, meg ilyen rózsaszín anyagot. Szóval, ja, gyerekek, halad ez a fáraműhelyes, halad, halad lassan, de biztosan. Szóval, most fejezem be a videót. Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. A következő gameplayben találkozunk, addig is, sziasztok!